Köszöntöm nézőinket, javában zajlik a 9. Avram Hensk országos természettudományi verseny döntője, Gyökeres Sándor igazgatóral beszélgetünk. Köszöntőjében elhangzott, hogy 9. alkalommal ad helyet a Szent Anna és Sámuel gimnázium ennek a versenynek, jövőre pedig már a 10-re készülnek. Milyen volt a idei jelentkezés? Nyugodtan mondhatjuk, hogy növekszik évről évre az érdeklődés az iránt, a verseny iránt, hiszen a kezdetek kezdetén mindössze a város csapatai versenyeztek egymással 2006-ban, mára pedig már több mint 40 csapat nevezett a versenyre, Kisvárdáról, Siófokról, Bajáról, Mosonmagyaróvárról, tehát tulajdonképpen a jelentkezők átfogják az egész országot, és úgy gondolom, hogy egyre színvonalasabbá is válik a verseny ezáltal. Itt láttuk azért, hogy nagyon sok feladat van, tehát az iskola részéről is nagyon sok előkészülést igényel ez. Itt gondolom, hogy ez egy csapatmunka, tehát itt nem csak a fizikusok, a kémia szakos pedagógusok, hanem mindenki az ügy érdekében megmozdul és segít. Természetesen ez egy nagyon összetett verseny, hiszen egy előadás, egy tesztírás, illetve egy laboratóriumi feladatsort kell végigcsinálni a versenyzőknek, és ennek bizony az előkészületeihez valóban mindenkinek a munkájára szükség van. A négy központi szereplője a versenyzőnek természetesen azok a szakos tanárok, akik régóta viszik ezt, de mára a fiatalok közül is egyre többen kapcsolódnak be a új biológia, környezettan szakos laboratóriumi vizsgálatokban járatos kollégák közül, de természetesen ilyenkor mindenkinek jut feladat. És hát a zsűrinek is, hiszen itt hallottuk a bemutatkozáskor, hogy igen rangos a zsűri is. Igen, a versenyzők nagy száma most már indokolta azt, hogy a zsűri létszáma is növekedjen, most 22 zsűri tagunk van, és hát olyan embereket kellett hívnunk természetesen, akik értenek is hozzá, és el tudják bírálni érdemben a tanulók színvonalas munkáit. Ilyenkor mindig csak azt szoktuk fájlalni, hogy a Szent Annai ezen a versenyen nem indulhat, de hát gondolom, hogy van más olyan lehetőség, ahol pedig az iskola versenyzői indulnak. Természetesen mi is megyünk olyan helyekre, ahol szintén nem indul a helyi iskola csapata, például Szekszárdra és több más versenyre is. Ezt ilyenkor el kell fogadni, és ha vállaltuk ezt a versenyt, vagy megrendezzük, akkor ezt a dolgot is vállalni kell hozzá, hogy mi nem tudunk nevezni, mert így tiszta a verseny. És azért reméljük, van két karcagi csapata a református gimnáziumból, reméljük, hogy azért ők jó helyen fognak végezni, nekik szurkolunk, mint karcagiak, önöknek pedig jó szervezést kívánunk, és minden rendben menjen, és akkor találkozunk jövőre a 10. versenyen. Igen, köszönöm szépen, és remélem találkozunk tényleg. Karcagi Nagykó Református Gimnázium két csapatot is indít, az egyik csapat egyik tagja Koncz Tibor. Már veletek tavaly is találkoztunk, örülök, hogy itt vagytok, és gondolom, hogy nagyon sokat készültetek most is. Igen, nagyon sokat készültünk erre a versenyre is. Ugyanúgy megcsináltuk a szokásos kísérleteket, amiket a verseny előtt kell csinálni. Kidolgoztuk a feladatsort, illetve elkészítettük az előadásunkat, és nagyon várjuk a versenyt. Gondolom, hogy megint volt egy kis munkamegosztás, kinek mi volt a feladata, ki minek a mestere, miben a legerősebb, te például miben? Hát én nem tudom elmondani, hogy ki miben legerősebb, és ezt magamról sem tudom elmondani. Ez egy egységes, együttes munka volt, és szerintem mindenben egyenlően erősen jeleskedtünk. És neked melyik része tetszik inkább, amikor az elmélet van, vagy amikor valamit meg kell magyarázni, be kell bizonyítani, kísérletezni kell? Én mind a kettőt szeretem, de a kísérletezés az közelebb áll a szívemhez, tehát az nálam a nyerő. Harmadszor vagytok itt, tehát azért már rutin van a versenyben. Esetleg a későbbiekben ilyen pályára készülsz, hiszen most 11-esek vagytok. Igen, harmadjára vagyunk. Igen, én kémia és biológia pályával készülök tovább, még pontosan nem tudom milyen irányban, gyógyszerészet vagy orvosi irányban, talán követem a bátyámat az orvosira, de mindenképpen ebből fogok érettségizni a mellett szinten. Hát addig még sok idő van, még addig sok-sok verseny lesz, a maihoz viszont nagyon sok sikert kívánok neked. Köszönöm szépen. Csészabó Bence a csapat másik tagja, nagyon izgulsz már, úgy látom, nem nagyon szereted, amikor ilyenkor faggatunk, de azért egy pár mondatot szeretnénk tőled is kérdezni. Hogy érzed, mi az, ami most jöhet, van valami megérzésed, hogy milyen kísérlet lesz esetleg? Igazából nem, eddig mindig meglepetés volt az itteni kísérlet, mert nagyon gondosan és nagyon választékosan állították össze a feladatokat, és eddig mindig nagyon érdekes feladatokat
kaphattunk itt a gyakorlaton és a tesztes feladatoknál egyaránt. Szóval kíváncsian várom a mostani feladatokat. És neked mi az erősséged? Kísérletezni szeretsz inkább, vagy a elméleti része, vagy a kis előadás része, melyik tetszik legjobban? Szerintem a versenynek a kísérleti része a legérdekesebb, mert ez az a része, ahol teljesen kiszámíthatatlan, hogy mit fogunk kapni. Én azt kívánom, hogy legyen sikeres a versenyzésetek, és akkor találkozzunk jövőre is. Köszönjük szépen. Csapat harmadik tagja Makó Dorottya, te is nagyon izgulsz, úgyhogy csak néhány mondatot faggatunk. Neked mi volt a legnehezebb felkészülés ebben az évben? Mi jelentette a legnagyobb felkészülési problémát, vagy minden simán ment? Hát nyilván egy ilyen verseny nagyon nagy energiabefektetést igényel. Az én részem a szakirodalom volt, úgyhogy többnyire ennek néztem utána, az adott témában persze. És van kedvenc témád, amit reméled, hogy jön, mert azt nagyon szereted, vagy nagyon tudod? A botanika témakörből ragadtunk ki egy részletet, és szerintem ez nagyon érdekes, nagyon szeretem a növénytant. Szerintem a csapat többi tagja is így van vele. És akkor esetleg a későbbiekben ilyen pályára készülsz? Remélhetőleg igen. Sok sikert neked a mai versenyen. Nagyon szépen köszönöm. Karcagi Nagykó Református Gimnázium másik csapatával beszélgettünk, Hidasi Dorottya, Ildikót hallgatom először. Rólad azért tudjuk, hogy sok mindenféle versenyen részt veszel, szépen szavaz. Itt ezen a versenyen hanyatszor indulsz? Gimnáziumban még először, de 8. részt vettünk még a Györfi csapatában. Ott sikeresen szerepeltünk. Remélem, hogy itt is sikerül majd minél jobb eredményt elérnünk. Hanyadikosok vagytok? 10-esek mindannyian, egy osztályba járunk. És mennyire izgultok? Látom, hogy mindenki nagyon izgul, de azért felkészülten jöttetek, tehát inkább a verseny láz van most bennetek. Persze mindenkiben van valami druk, de igyekeztünk minél többet tanulni, és innen már csak rajtunk múlik, és koncentrálni kell. Vársz-e valamit, hogy jó lenne, ha jönne feladat? Igen, én titrálni nagyon szeretek, azt várnám, de hát nem tudjuk, hogy mi lesz benne. Reméljük a legjobbakat, és reméljük, hogy azok lesznek benne, amikre már felkészültünk és tanultunk róla. Sok sikert neked! Köszönjük szépen! Balogh Katalin Ágnes a csapat másik tagja, te hanyadszor indulsz? Mint gimnázista először indulok, egyébként református iskolában már voltam egyszer 7. osztályban. Nagyon izgulsz te is, de mi az a feladat, amit úgy szeretnél? Tehát neked melyik tetszik jobban, az elméleti vagy a gyakorlati rész? Én inkább gyakorlatot szeretem jobban, meg a számításokat, szóval remélem azok lesznek benne. Reméljük, hogy sikeres lesz a verseny, és esetleg a későbbiekben valamilyen pályára készülsz? Orvos szeretnék lenni, és ehhez mérten próbálok tanulni is. De akkor sok sikert neked a mai versenyen. Köszönöm szépen. Lippai Anna Lilla harmadszor indulsz, itt az előbb nekem megsugtad. Mit vársz a mai versenytől? Hát remélem azért egy dobogós helyezést elérünk. Szerintem képesek vagyunk rá, és bízom a csapatomban. Annyi. És látok, mi volt a munkafelosztás? Mindenki csinált mindent, vagy azért vannak szakfeladatok, amit mondjuk te csináltál, vagy a többiek? Nem, mindenki kivette mindenből a részét, és mindenki hozzá tud tenni minden feladathoz bármit, vagy amit megtanult. Azért ez, gondolom, hogy a tanórán kívül azért sok-sok időt elvett tőletek. Ki segített nektek a felkészülésben? Majlát Gábor tanár úr, kémia tanárunk, illetve felsőbb osztályosoknak biológiát is tanít, szóval így fel tudott készíteni mindenből. Vársz-e valami feladatot, amit úgy szeretnél, ha lenne? Hát egy elektrolízisbe bízom. Tehát a másoknak a titrálás, nekem az az elektrolízis, ami a szívem csücske igazából. Hát akkor reméljük, hogy szerencsétek lesz, és kaptok valami hasonló feladatot. Én azt kívánom, hogy legyen sikeres a mai napotok. Köszönjük szépen. Sipos Bencével, a Kecskeméti Szent Györgyi Albert középiskola versenyzőjével beszélgettünk. Hogyan kerültetek erre a döntőre? Milyen út vezetett idáig? Hát Kecskemétre kezdtünk, felkészítő elemünk Osza Gyöngyi volt, és Móca Gabriella, ők mondták nekünk ezt a versenyt. Én már a 3. alkalommal versenyzek ebbe a versenybe. És a csapattársaim most másodjára és elsőre, tehát megosztottak velünk ezen a télen. És hogyan készültetek, hiszen azért ez egy összetett verseny? Hát előadásunk témája a gyűrű egy életre, ami a madarak gyűrűzéséről szól. Ezt már korábban elkezdtük, már tavaly 2013 áprilisában, márciusában, és ezt folytattuk így az egész évben nyáron. A kémiai részre viszont a saját kémia szertanunkba készültünk fel.
És melyik része a te feladatod, vagy mindenki mindenből készült, hiszen te már rutinos vagy, harmadszor vagy itt, de a többiek felosztottátok, hogy kinek mi lesz a feladata, vagy mindenki mindent csinál? Mindenki mindent csinál. Jó csapatmunka, nagyon jó csapatban vagyunk szerintem. Van-e olyan feladat, amit esetleg vártok, szeretnétek, hogyha lenne? Hát a kémia gyakorlatra készülünk szerintem a legtöbbet egyrészt, tehát arra várunk legjobban. Neked van-e kedvenc szakterületed, vagy nagyon profi vagy? Hát én gyógytérésznek szeretnék menni, később ezért ugye tényleg így a kémia, így a oldatok keverése például, az is mehetett. Itt hallottuk a megnyitóban, hogy 40 csapat nevezett erre a versenyre, tehát igazán rangos a megmérettetés. Mit vársz a versenytől? Tehát dobogósok szeretnétek lenni, vagy úgy körülbelül, hogy érzed, mennyit tudtok? Hát eddig a beadott pályaművünk alapján első helyzetek vagyunk, hát szeretnénk ezt tehát persze megtartani, de persze a dobogó az, ami a egyik fő célunk. Jó versenyzést kívánok nektek, és sikeres szereplést, Karcagon! Nagyon szépen köszönjük!